csúszási súrlódás jelre és a felületek anyagi minőségek összefüggését fogunk megvizsgálni a következő kísérletünkben. Ehhez szükségünk van egy erőmérőre és egy olyan fahasábra, mely két azonos méretű, de különböző anyagi minőségű felülettel rendelkezik. Az egyik ilyen felületünk egy Fiat felület, ennek is van egy A nagyságú felülete, és egy ugyanolyan nagyságú, csak fából készült felület. Tehát két anyagi minőségű felülettel rendelkezik ez a fahasáb. Mindkét esetben elvégzem a mérésünket. Úgyhogy először az egyik anyagi minőségű felülettel húzom a testünket, mégpedig egy simával. Ráakasztom a magas erőmérőmet, és egyenletes mozgásban hozom a fahasábot. Hogyha egyenletesen mozog, az azt jelenti, hogy a ráható erők eredője végig állandó nulla. Ez csak akkor jöhet létre, hogyha a húzóerő és a húzást akadályozó, a húzás irányával ellentétes súrlódási erő nagysága megegyezik. Tehát amit én leolvasok az erőmérőmről, ezt a húzóerőt, ez megegyezik a súrlódási erő nagyságával, csak mivel vektormennyiségek az erők, ezért a skalális értékük egyenlő, de az irányuk ellentétes, hisz a súrlódási erő mindig akadályozza a mozgást. És akkor nézzük meg, egyenletes sebességgel mozgatom a fa felületeket egymáson. Még egyszer, elkezdem, tehát egyenletes állandó sebességgel mozgatom, és azt tapasztalom, hogy 0,15 newtonos állandó erővel kellett húznom ezen a fa felületen, ezt a másik fa felületen rendelkező hasábot. Tehát akkor itt a súrlódási erő értéke és 0,15 newton. A következő mérésemhez megfordítom a hasábunkat, és a filces részével lefelé fogom húzni ugyanezen a fa asztalon. Ekkor azt tapasztalom, hogy jelentősen megnő a csúszási súrlódási erő értéke, szemmel láthatóan sokkal, de sokkal nagyobb, 0,6 newton állandó erővel tudom mozgatni. Ahhoz, hogy egyenletes mozgást végezzen a falhasán. Ekkor erővel kell ráhatni. Tehát a súrlódási erő is ellentétesen 0,6 newton, amivel bebizonyítottam, hogy a különböző anyagi minőségek megváltoztatják a súrlódási erő nagyságát.